Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsorának szeptember 29-ei adását látják. Antal Beáta vagyok. A vecsési labdarúgó csapat a hétvégi fordulóban Pécsen lépett pályára. Az első félidő nem sok izgalmat hozott, ennek megfelelően 0-0-es állásnál kezdték meg a csapatok a második 45 percet. A félidő után mindkét edző cserélt a csapatban. Ennek eredményeképpen a 67. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, a 78. percben újabb gólnak örülhettek a hazai szurkolók. A 3-0-ás vereséget jelentő gól a 80. percben öngól formájában született. A Pest megyei másodosztály déli csoportjában az Üllő Ócsát fogadta a hazai környezetben. Az üllőiek már a mérkőzés 10. percében megszerezték a vezetést, a 44. percben azonban kiegyenlített az Ócsa. A második játékrészt megint az Üllő kezdte jobban, a 60. percben meg is szerezték a vezetést. A 3-1-es győzelmet jelentő gólt a 85. percben szerezte a hazai csapat. A találkozó legeredményesebb játékosa a két gólt szerző Potemkin Károly lett. A női kézilabda MB2 déli csoportjának második fordulójában a Vecsés-Szigetszentmiklósra látogatott. Már az első félidőben jelentős 8 gólos előnyre tett szert a Vecsés. A 17-9-es félidőt követően a második játékrészben visszaesett a vecsési védekezés, de a hazaiaknak így sem sikerült felzárkózniuk. A találkozót 31-25-re nyerte a Vecsés, mely győzelmével vezeti a 12 csapatos tabellát. Azt mondja Jézus, hogy aki megüti jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye ruhádat, annak add oda köntösödet is. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok rágalmazóitokért, üldözőitekért. Mindezen sorok hallatán fölmerül a kérdés, hogy mi lenne, ha mernénk hinni és szót fogadni az Úr Jézusnak? Ugyanis keresztényként sokszor azt gondoljuk, mi aztán hívők vagyunk, Jézus tanítványai, mi az ő útmutatásai szerint élünk. Igen ám, de amikor meg szó szerint kellene venni az ő tanítását, amikor élesbe megy a dolog, akkor egyszerűen visszahőkölünk. No nem, azért ez mégiscsak túlzás. Ezt Jézus sem gondolhatta komolyan. Igen ám, de Jézus sohasem fogalmaz általánosságban a szeretetről, langyos, semmitmondó frázisokkal dobálózva, hanem mindig kemény, megdöbbentő követelményeket felmutatva. Ezért, ha valaki Jézus tanításából kivonja a radikalitást, az erélyes, meg nem alkuvást tűrő szemléletet, akkor pontosan a lényeg veszik el, akkor lángoló ereje, profétai súlya sikkad el, akkor az üdvözítő csak egy középszerű erkölcs csőszés irányul, ezzel a jeligével legyetek jók gyerekek, meg szeressük egymás gyerekek. De hogy ennek a szeretetnek mekkora mélységei, milyen kihívásai, milyen döbbenetes megoldásai vannak, arról egy szót se. Mi lenne, ha mernénk végre megvalósítani az evangéliumot, mellébeszélés nélkül, elhagyva a kicsinyeskedést, megalkuvást nem tűrve, úgy, ahogy kell? Csupán egyetlen példa. Hányszor hallani, hogy egy családon belül összevesznek az örökségen, és netán még bíróságra is mennek miatta. Ám mindez megspórolható lenne, hogyha a keresztény fél azt tudná mondani,
én nem fogok veszekedni ezen, még ha jól is jönne az a pénz, mert ismerem Jézus tanítását. Ha valaki elveszi ruhádat, akkor annak adod a köntösödet is. Ezért lemondok a rámeső részről, sőt, bármilyen furcsának tűnik, még a sajátomból meg is toldom ezt valamennyivel. És nem azt nézem, hogy emiatt bolondnak tartanak-e az emberek, a környezetem, hanem azt, hogy az Isten minek tart engem. És ez a meghökkentő, Jézusi mértékű szeretet sokkal többet formálna a másikon, mint egy egész élet során kiosztott pofon. Higgyük el, hogy az esetek jó részében ez olyan hatást váltana ki, amiben vagy amin magunk is megdöbbennénk. Ilyen magatartással egy csomó embert meg lehetne változtatni. Olyanokat is, akikről nem hisszük, hogy változni képesek, mégis változnának. Mert a megdöbbenés vákumja szívná magába az isteni kegyelmet. Szóval az evangélium tanítása nem bolondság, nem utópia, mert az Isten akaratával való együttműködés csodákra képes. És hadd szabadjon elmondanom az igazságot, én csodák között élek, mert rengeteg visszajelzésből tudom ezeknek a gyümölcsét és az eredményét. Persze azt is hozzá kell tennem, hogy igazi gyümölcsök csak a 100%-os hitmegélésből születnek. Mint hogy a víz sem fog forni 40 fokon, vagy éppen 80 Celsiuson, hanem mindig csak 100 fokon. Úgy a keresztény élet is 100%-ra van kalibrálva. Éljük meg, és meg fogjuk tapasztalni a csodát. Langyos hitmegélésből nem lesz eredmény, de a Szentlélek tüzétől fölhevített Isten gyermeki létből igen. Próbáljuk meg, megéri. Amen. A cukorbetegek számára igen előnyös az a fajta testmozgás, amit Záborszkiné Kovács Edit gyógytornász segítségével lehet elsajátítani. Könnyen kivitelezhető, hosszabb ideig is végezhető, hiszen a szervezet energiavesztése attól függ, hogy a működő izmok mennyi oxigént használnak el a torna alatt. Következő összeállításunkban Záborszkiné Kovács Edit gyógytornász hívja fel a mozgás fontosságára a figyelmet. Köszöntöm a Villámsz Televízió kedves nézőit, az Esélyegyenlőségi Magazin műsort látják. Mai beszélgető partnerem Záborszkiné Kovács Edit gyógytornász. A gyógytorna jelentőségéről szeretném önt kérdezni, és ugye nyilvánvalóan a cukorbetegeket segíti, jelen esetben is éppen torna folyik a felső szinten. A cukorbetegeknek mit jelent a gyógytorna? Hát nem csak a cukorbetegeknek, hanem mindenkinek kellene a gyógytorna. Egy bizonyos kor után azért már az ízületeink nem úgy mozognak, az izmaink kicsit merevebbek, úgyhogy én azt mondom, hogy egy 30 éves kor után már mindenkinek rendszeresen valamilyen mozgásra el kéne járni, akár gyógytornára is. Hát a cukorbetegeknek ugye azért nagyon lényeges, mert náluk a vércukorszint ugye magasabb. Most amikor tornázunk, akkor az izmaink ugye elégetik a szőlőcukrot, ami a szervezetünkben van, és elsősorban a vércukrot fogják elégetni, és majd utána, ha huzamosabb ideig mozgunk, akkor mobilizálják ugye a zsírcsejtekben lévő energiát is. Tehát nekik ugye nagyon fontos az, hogy egyrészt csökken akkor a vércukorszintjük, másrészt ugye segít az ideális testsúly elérésében a mozgás, valamint hát ugye a szövődmények elkerülésében, illetve a mozgásszervi betegségek kialakulásának megelőzésében játszik nagyon fontos szerepet a mozgás, úgyhogy cukorbetegeknél, ha azt mondom, hogy nekik halmozottan szükségük van a gyógytornára, de én azt mondom, hogy minden embernek szüksége van a tornára, a mozgásra. Általában az ember már akkor megy orvoshoz, gyógytornászhoz, amikor már mondjuk azt, hogy nagy a baj. Mit lehet segíteni ebbe, és milyen rendszerességgel történjen akkor ez a gyógytorna?
Hát én azt szoktam mondani, hogy ha heti 2-3 alkalommal egy olyan fél egy órás mozgást megcsinál valaki, akkor azzal már azért karban tudja tartani magát. Ha panasza van, akkor minden nap. Tehát akkor minden nap az ő panaszának megfelelő, illetve az ő mozgásszervi elváltozásának megfelelő gyógytornát azt bizony csinálnia kell, addig, amíg fönt állnak a panaszok. A mozgás mennyire befolyásolja azokat az embereket, akik nem fognak gyógytornázni? Tehát akkor problémák lesznek, izület... Ez most nem is csak a gyógytorna, tehát aki nem mozog eleget, annak igen. Tehát annak problémák lesznek. És ugye ma már nagyon sokat dolgoznak az emberek. Azt mondják, hogy ó, mozgok én eleget. Nem olyan. Tehát nem olyan a mindennapi mozgás, nem olyan az amit munkának csinál, az mind inkább megerőltetés, mint torna. És bizony ki kell mozgatni abból a rossz helyzetből, abban a megszokott mozgásterjedelemben használt izületeket. Tehát egyszerűen törekednünk kell arra, hogy azt a mozgást meg tudjuk tartani, vagy azt a mozgás állományt, amit még engednek az elváltozásaink. Cukorbetegeknek segíti a gyógytornáját. Milyen rendszerességgel történik? Hát a cukorbetegeknél egy héten egyszer tornázunk itt a művelődési házban, illetve amikor havi egy alkalommal van a cukorbeteg gyűlés, ugye ahol ők összejönnek és mindenféle előadásokat hallgatnak és ugye megbeszélik a problémáikat, ott is tartok egy rövidebb tornát. És hát igazán ugye a cukorbetegek kerestek meg engem először, és én így csöppentem bele az ő társaságukba. Nagyon lelkes a vezetőjük, és szívesen csinálják. Most már 2 CD-t is csináltunk a cukorbetegeknek, 2 torna CD-t, úgyhogy én azt mondom, hogy ők azért itt most nagyon jól el vannak engedve torna szempontjából, illetve heti 2 alkalommal ezt a Nordic Walkingot is csinálják, ugye a séta a 2 bottal, és azt is nagyon lelkesen, és az is bizony egy másfél órás mozgás egy-egy alkalommal. Kimondottan a klub tagjai járnak gyógytornára, vagy pedig esetleg, hogyha valaki netalántán ezt az interjút fogja hallani, látni, akkor jelentkezhet-e? Jelentkezhetnek nem csak a klubtagok, itt a művelődési házba tartok egy tornát a nyugdíjasoknak is, illetve tartok 2 tornát a bárkinek, tehát igazán női torna címen fut, de ide bárki jöhet és jelentkezhet. Ez is azért elég szép számmal jönnek, illetve akik jártak hozzám tornázni a rendelőbe, akkor ilyen fenntartó tornának nagyon szívesen jönnek ide hozzám a művelődési házba, és tényleg arra bárki bekapcsolódhat bármikor. És a cukorbetegek egyesülete, vagy klub, nem tudom, hogy minek nevezik ezt, valamilyen költség jár ezzel a torna, vagy az egyénnek, tehát aki jelentkezik? Nem, azt a cukorbeteg egyesület finanszírozza, tehát őnekik nem jelent semmi költséget, azoknak, akik ugye erre a másik tornára jönnek, amit a művelődési ház kereteiben folyik, az igen, de hát az sem egy olyan nagyon nagy költség. És hol lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné ezt igénybe venni? Itt a művelődési házban egy tornakártyát kell venni, és akkor csak jön és tornázik. Mozgáskorlátozottak fordultak-e már segítségén? Most nem kimondottan a rendelőre gondoltam, amikor már egy trauma után, vagy valamilyen műtét után kell gyógytornát igénybe venni, hanem úgy egyébként mozgáskorlátozott, pláne kíváncsi vagyok arra, hogy kerekes-székest mennyire tudja megmozgatni. Hát így nem kerestek meg, tehát természetesen olyan azért előfordul, hogy valaki följön a rendelőbe és tanácsot kér, de kimondottan kerekes-székesekkel nem foglalkoztam még. Igen, mert tulajdonképpen nekünk lenne szükségünk arra, hogy még többet mozogjunk, mert ugye nyilvánvaló, hogy kényszertartás rengeteg probléma adódhat, tehát pláne akkor, amikor már ugye az ember elmúlik 40 éves, mert hát ugye 30 évet tetszett említeni, de ugye hát a mozgás korlátozottnak is igen nagy segítség.
és nem gondolkoztak még esetleg azon, hogy mozgáskorlátozott egyesületet segítvén egy tornát bevezetni? Hát még a mozgáskorlátozott vagy mozgássérültek egyesülete, azt hiszem van így Gyálon is, ha jól tudom, ezért ők is csinálnak valamilyen tornát, talán még az én gyakorlataimból is eljutott hozzájuk. Az az igazság, hogy én nekem már olyan sok elfoglaltságom van, hogy valószínű már még egy nem férne bele, de bárkinek, tehát aki a rendelőben megkeres engem, és netántán akár a házi orvos ír neki egy beutalót a gyógytornára, én nagyon szívesen látom, és akkor tornázhatunk, de természetesen időpontokat kell vele megbeszélni. Most már szerencsére ugye van lift a rendelőben, tehát már bárki föl tud jutni hozzánk, úgyhogy ha ilyen igény van, akkor én nagyon szívesen vállalok bárkit. Általában egy kezelés az meddig tart? Tehát nem időbe értem, hanem egy hét. 10 alkalmasak általában ezek a gyógytorna kezelések, tehát az alatt, a 10 alkalom alatt inkább az a cél, hogy tanulja meg az illető, illetve akár az ő segítője is, és akkor otthon folytassák. A gyógytornával nem fognak meggyógyulni egy-két hét alatt, meg 10 alkalom alatt sem. Ezt rendszeresen kell végezni. Én azt szoktam mondani, hogy legalább 3 hónap, amire már érzi a hatását. Tehát ez nem olyan, mint bekapok egy gyógyszert, és elmúlik a fájdalmam, hanem ez bizony ahhoz, hogy az izmok alakuljanak, hogy az ízületi mozgás terjedelem növekedjen, ehhez azért legalább egy 3 hónap rendszeres torna kell, és utána azt fenntartani. Általában, hogyha az ember egy kezelésen túl van, akkor még nagy elánnal otthon csinálja ezeket a gyakorlatokat, és akkor egy idő után ez elmúlik. De mennyi az az idő, amikor már tényleg az ember azt érzi, hogy most már hiányzik a gyógytorna? Hát ez mindenkinek egyénenként változik szerintem. Attól függ, hogy milyen betegsége van, mivel jött hozzánk. Én azt mondom, hogy ha ő rendszeresen foglalkozik magával, és mondjuk csinálja otthon, akkor éveket ki tud húzni, úgyhogy nem kerül vissza hozzánk. Van, amikor 3 hónap múlva újra ott van, és újra ugyanúgy tornáztatjuk, mert ugye tényleg jobban érezte magát, akkor abba hagyta, de aztán visszaesik, mert ugyanazt a tevékenységet folytatja a munkája során, ugyanúgy megmarad az az ízületi elváltozás, és akkor újra jön hozzánk. Hát akkor azt hiszem, hogy az a legtisztább, hogyha az ember már fiatal korában elkezdi a tornát, vagy a mozgást, és akkor utána öregkorra már nem lesznek olyan problémák. Mindenki azt mondja, hogy a megelőzés a lényeg, tehát én is azt mondom, hogy tényleg oda kell figyelni magunkra, és rá kell szánni azt az időt a mozgásra. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen én is. Az Esélyegyenlőségi magazin műsorát látták, beszélgető partnerem Jáborszky Né Kovács Edit volt. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plusz 29 térségi magazin műsor szeptember 29-i adását látták. Új adással a jövő héten, október 6-án pénteken 19 órakor jelentkezünk. Az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap 1 órakor délben, valamint 20 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Munkatársai nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, minden kedves nézőnknek további kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra!